Az egyes foglalkozásokkal és a média világával ismerkedhettek meg azok a gyerekek, akik részt vettek a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara táborában. Finta Luca Lilla azt mondja, egyáltalán nem ismeretlen terep számára a videókészítés, de van még mit tanulnia. Szeretnék megtanulni, először is videót szerkeszteni, vágni és videót készíteni, meg hogy például hogy kell tartani a kamerát, meg ilyenek, mert szeretnék, vagy hát már van YouTube csatornám, csak majd szeretném, hogyha ezt még fejleszteném. Engem egy videós inspirált erre, és meg hogy így igazából majdnem az egész YouTube, hogy így szeretnék így videózni, és akkor hogy ez jó munkának tűnik, és igazából, ahogy belekezdtem, úgy az is, és így, és akkor megszerettem. Leginkább játékokról van, hogy játszok velük, illetve van, hogy ilyen történeteket csinálok egy adott játékban. Nyugodtan ott fog rá, fog meg, nyugodtan, semmi baj nem lesz a Tottónak. A hét során a gyerekek ellátogattak például egy üzletbe, de egy kutyakozmetikus minden napjaiba is betekintést nyertek. Megismerkeztünk egy csomó foglalkozással, akkor volt, ugye tanultunk itt médiázni, meg jöttek hozzánk is, például voltunk kutyakozmetikánál. Milyen volt? Hát jó volt, csak meg igazából megfürdettük a kutyát, meg segítettünk megszárítani, meg frizurát is csináltunk neki, és nekem nagyon tetszett. A tábor utolsó napján pedig különböző előadásokon vehettek részt a fiatalok. Szó volt e-sportról, filmkészítésről, videóvágásról. Szeretem én is ezt az irányzatot, az informatikát, meg ezeket a médiás dolgokat. Ilyen kis vágásokat, ilyen kis videókat szoktam néha csinálni. Ezt a kettőt már ismeritek? Esetleg ismertek valami másfajta hangrögzítést is? Természetesen a televíziózás sem maradt ki a sorból. Ennek bemutatására stábunk munkatársait kérték fel a szervezők. A Tolnatej TV-nek pedig elemi érdeke megjelenni mindenhol, így köszönjük szépen Gábornak, hogy meghívott minket, hogy előadást tartatunk. Liptek Péter kollégámmal jöttünk el az eseményre. Én általában a szerkesztői feladatokról, a szerkesztőség felépítéséről beszélek. Péter pedig elmondja a műszaki részt, illetve nagy előnye, hogy dolgozott színházban és filmekben is, és nagyon érdekes és különleges dolgokat tud a gyerekeknek, illetve az érdeklődőknek elmondani erről. A Tolnatej TV-nek egyébként érdeke, hogy részt vegyünk ilyen eseményeken, ugyanis itt média iránt érdeklődő, médiát kedvelő fiatalok jelennek meg, akiknek, hogyha felhívjuk a figyelmét, az érdeklődését, akár még kollégaként is köszönhetjük őket a jövőben. A médiában érdekes dolgozni, rengeteg érdekes emberrel találkozhatnak, olyan helyszínekre juthatnak el, ahova egyébként földi halandó nem juthat be. Szóval maga a tévézés egy szép, de nehéz szakma. Az iparkamarának Kindl Gábor producer segített, hiszen ő már 12 éve szervez hasonló táborokat. 2010-ben kezdtük a médiatábort. Nyilván teljesen más volt a jellege, mint ma. Nagyon sokat változott, sok minden, ugye akár technikailag, akár felfogásban, akár az internetes felületeknek a bővelkedő száma, hiszen azóta teljesen megváltozott minden. Lényege a dolognak az a mi felfogásunk szerint, hogy ismerjék meg ezt a világot is, hiszen annyi mindent ismernek az interneten, a telefon használatában is, hogy ugye ennek van egy olyan funkciója, hogy nagyon jó képeket, nagyon jó videókat lehet készíteni. Sokan gondolkodnak abban, hogy ők maguk készítenek tartalmakat az internetre, csak nem tudják, hogy kezdjenek hozzá. A tábor segít abban mindenkinek, hogy valamilyen szintet megismerjen belőle. Nyilván az, hogy mennyire gyakorolja be majd a későbbiekben, az majd kiderül, de például a nagy változások egyike, hogy ma már nem elég nekik elmondani dolgokat, hanem folyamatában kell megmutatni mindent. Tehát ez ugye üzemében telefonnal készítünk videókat, és ugye ennek az a lényege, hogy minden pillanatát kivetítjük, hogy nagyban látják az egészet, hogy mit hova húzunk, hogyan csinálunk egy
egy filmet az adott snittekből, vagy egyáltalán mi legyen az ötlet, amivel indulunk egy filmkészítés. A videó, bocsánatok, azt a szót használják, a videókészítők. Mindig azt mondom nekik, hogy aki a médiába akar, vagy akár videós, vagy tartalom előállító szeretne lenni, neki ismernie kell a világot, hogy legyen olyan ismeretanyaga a világról, és akár arról a környékről, ahol él, hiszen gyerekként itt él, ugye, hogy minél több mindent tudjon, több szervezetet, céget, embereket, akik tevékenykednek akár az interneten, vagy nem, de érdekes a szakmájuk. Ha nem is olyan érdekes, akkor mi érdekessé tesszük az, hogy megmutatjuk nekik. Az egyhetes tábort az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta, így minden gyerek térítésmentesen vehetett részt a programon. A Tolnavegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén először szervezte meg az ingyenes média táborát 10 és 14 év közötti diákoknak. Célunk a diákoknak a szakmákhoz való hozzáállásának a javítása. Minden délelőtt meglátogattunk bizonyos ágazatokat. Hétfőn voltunk a vendéglátás ágazatot megismerkedni, kedden a rendvédelem ágazatot, szerdán voltunk két helyen, ott meg a szépészet ágazatot mutattuk be, illetve a gépjármű technológiai ágazatot. Csütörtökön ismét két helyre mentek a diákok, ott bemutattuk a szolgáltató ágazatot, azon belül a kutyakozmetikus, csütörtökön még a kereskedő ágazatot mutattuk be, azon belül a bolti eladó szakmát. A mai napon zárjuk az egész tábort, befejezik a videók vágását, még a Gábor elmondja a gyerekeknek az utolsó kis apró csinyát, bínyát magát ennek a média, illetve a filmkészítésnek. Azt kell mondom, nagyon képbe vannak, tehát hogy sokkal jobban, mint akár már az én korosztályom. Azért is gondoltuk ezt a tábort így szervezni, hogy egy picit, mert ők már ebben annyira benne vannak, és talán, hogyha ezen keresztül megyünk egy szakmát bemutatni, ott már ő készít fényképet, videót, interjút, meghallgatja az adott szakmát, és utána délután visszajön, és ezzel foglalkozik, a képeket összevágja, montázsolja, hangot tesz mellé, akkor talán még közelebb érzi majd magához ezt a szakmát, úgyhogy azt gondoljuk, hogy nagyon értenek hozzá, és nagyon örülünk, és úgy látjuk, hogy be is válnak, mert utána már mondták, hogy hát akkor én lehet, hogy szakács leszek, akkor valaki mondta, hogy én most úgy gondolja, hogy kozmetikus lesz, mert hogy látja, érzi, kipróbálja nyilván, de utána délután még pluszban foglalkozik vele. Szeretnénk, hogyha jó szakmát tudnának tanulni, mert később ebből el tudják magukat és a családjukat tartani.